Tengermély tisztelettel és sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Szervusztok, srácok, fiúk, lányok, whatever, tengermély tisztelettel. Mert én nem vagyok a hajós, egyáltalán igen. Semmi, tehát soha értelme nem volt ilyesmi. Hát ez már ilyen ikonikussá vált, és igazából azért van ehhez ragaszkodva, mert ebbe kötnek bele, érted? Tehát, már miben, hogyha ez elmarad? Nem, vagy hogyha ezt mondtam, hogy ezt már XY ja, tudom, videós tudom, már tudom. Mondta, és hogy én csak kopizom. Tudod. Miért valaki már ennek valakinek volt ez már én védjegye, hogy így hát köszön. Védjegye talán, ha nem is, de már valahol egyszer hallották. Aha, ja, és akkor az már az övé, kész. Aha. Jogdíjas. Szóval igen, itt vagyok, köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én láttam a múltkori, oda is kommenteltem azt igen, hiszem, igen. A hotpotos videót, és már ezer éve ki akarom próbálni a hotpotot. Otthon erre nincs lehetőségem, mert a párom nem annyira csipázza ezeket az ételeket, én viszont annál inkább. És nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én is örülök, hogy jöttél. Remélem, hogy nem az első, vagy az első, de nem az utolsó ilyen közös projekt, mert basszus, én annyira érzem a vibe-ot, annyira érzem a... az értékrendben való rengeteg egyedést, hogy szerintem ebből jó dolog fog kisülni, igen. De ne is szaporítsuk a szót. Hotpot part 2, aki nem ismerné Szalai Istit, gyerekek, tudom, hello. Nincsen ilyen, mert ahogy a Zsolti barátunk fogalmazott, a magyar YouTube egy oszlopos tagja, úgyhogy, de aki nem ismeri, annak minden elérhetőségét, YouTube, Instagram, TikTok, minden a leírásban, ezt pótoljátok be, mert érdemes. Én is megnéztem egyébként a podcastet, amit a Patrikkal csináltok. Aha. Ezt a kőgazdag fiatalokról. Igen, hú, igen, 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 hallod, igen. Nagyon hasonló a véleményünk, de nem tudtam volna ilyen kiméletesen fogalmazni, ezért nem csinálok még ilyen podcastet. Azt még tanulnom kell. Igen, igen, azt a múltkori hotpot videótban hallottam, mert teljesen... De én ezt már négyszer megnéztem, viccen kívül. Ne kérdezz meg, hogy miért nézem meg négyszer, és de valamikor leülök kajálni, és így jó nézni mellé. Igen. És akkor ott is mondtad azt, hogy a kommentelők elé a hadilábon állsz, hogy írnak, igen. És akkor nem érted, nem tudod hova tenni. Nekem, nem is tudom mióta 10 éve csinálom ezt az egészet, a podcast elindulása, ott volt egy videó, amikor annyira kiégett a relém a megértetlenség, meg a direkt szándékos félreértelmezés miatt, hogy kész, így elengedtem. Mert, hogy nem elengedtem teljesen, de nem húzom fel magam már pont rajta. Tegnap kaptunk mi is egy kommentet, azt a Zsolti csatornára készült, uh-huh. Pakisztáni videó alá, és így... A lejárt cuccokhoz. Igen, és így megkapjuk a kommentet, írtam, hogy fejts ki kérlek, és odaírt egy ilyen, tehát nem volt érv. Aha, persze, tudod, nem, és persze. Nem volt érv, és akkor igazából így, vagy most leírjam két oldalban, hogy mi a helyzet, és akkor ne, tudod, és, de ilyenkor úgy kell jegelni magam. Tudom, érted? Tudom. Meg eljutsz egy pontra, ezt most már végig, eljutsz egy pontra, amikor nagyon benne vagy a harcba, igen. És van egy pont, amikor elkezded írni már, mit tudom én, a 30. sor, és kitöröd a francba az egészet, az igen, hagyja, tiltod a francba, az ki, hogy... Megtalább az élet. Igen. Figyelj, itt azt úgy szoktuk csinálni, hogy mindig van egy kis, hogy... Aperitív. Egy kis aperitív, egy kis welcome snack. Jó, szép adom. Ez egy ilyen mangó, szállított mangószelet, nem tudom miben van bele kótingolva, miben magyaró, van magyaró talán, vagy de menjünk, megmutatjuk ide valami. A fenti kamerának, mert ez itt látszik jobban. Aha. Izgalmasnak tűnik. Egyenként van becsomagolva, úgyhogy szóval hát persze, magad. Nyilván, köszönöm. Ez védjegye egyébként a kínai termékeknek. Annyira örülök, hogy nem egrolt vettél amúgy. Egrolt. A szörnyű, nem is szörnyű, de olyan, mintha én enyhe ilyen citromos lenne az mindig, vagy nem tudom, ilyen savanykás valami. Nem tudom, én a tojásos dolgoktól eleve félek. Ja. Tehát... Hú, de jó, van. Azt, ami hú. Ez valami... Wow. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Szóval mindig kell valami, ami beindítja itt a vérkeringést a szádban, mm-hmm. Vagy a gyomrodban, nem? Mm. A mangót imádom. Nem titok itt a nézőknek, mert ezt mindig hangsúlyozom, de ez jó, nem? Te jó Isten! Jézus! Ez... jó, köszönöm, igen. Ez az, amiből instant repetázni kell. Kókuszban van? Fogalmam vagy miben is. Van ez? Mert nem tudom megalapítani. Daily mango... Ilyen, van rajta, tamag vanília. Ó, van, igen, tamang vanília. Tamang vanília. Fogalmam nincs, hogy ez magyar leírás. Tudom, vásároltam én is a Dunapontában annyi életemben, és akkor olyan dolgokat írnak néha rá, hogy így, jó van az. Hú, de ez, és tényleg vaníliás egyébként, most már így. Igen, és így. Hát ez... Bocsánat, én nem mutatok én szart sem, tehát hogy egyszerűen én csak itt elvisz engem a vibe-ba, attól fogok félni. Imádom.
Most szeretem egyébként a hasam. Az, hogy nem én nem. Egyáltalán. Amennyire egyébként nem bizalomgerjesztő már a szakse ott a Dunapandában, olyan kincseket lehet felfedezni. Jó. Gyerekek, én szeretnék hörpinteni is. De már ez külön kettőt ebből van? Igen. Ez mi? Ez premium politikának? Ez egy kókusz, amiben kókusz tej, vagy víz, vagy... Szóval ez egy... Jó, ugye, ez effektív egy kókusz. Ez egy kókusz, csak már le van tisztítva, és akkor ki van lyukasztva. Mutassam én most. Mutasd le. Let me see. Várjátok már, hogy van ez? Húha. Jézusom, ezeken még nem megy ez a mutogatás. Majd belejössz. Megvan most, na. Szóval ez ilyen, mi ez? Ez Coco egy... Thumb. Igen. Ez egy olyan sztori, hogy ezt így megláttam, és ez, ilyen, ez az instant getérzés, életérzés. Na, megfogott. Ezt akartam mondani, hogy ez is a Dunapandából vette? Ez is ott volt. Na, figyelj, én ott már vettem ott a sütispultból is dolgot. Igen? Na, azt nem mertem. Hallod, van valami ilyen, nem tudom mi a neve, de ilyen habkönnyű, ilyen fehér süti. Azt tényleg próbál, ne félj tőle. Tehát, hogy nem lesz baj. Nem, mert amúgy van para benne. Figyelj, elmondok. Hát most mondhatni, hogy családi körülmények között vagyunk. Elmondok egy olyan dolgot, amit tegnap láttam, hogy basszus, én ilyet még nem láttam. Nem akarok majd oda menni az Hát a halpultból nem fogsz akarni vásárolni. Amúgy is bűznik. Amúgy onnan is sose akartam volna nagyon. De úgy képzeld el, beszarsz. Ezt csak így megláttam. Hogy ott volt egy kínai csávó. Aha. Fújta az orrát, megtörölgette, majd összehajtotta, és ugyanazzal a zsebkendővel törölgette a pultot. Jaj, ne, és ott dolgozó ráadásul? Ott dolgozó, úgyhogy bazd meg. Pedig pont most beszéltük otthon, hogy lehet egyszer kéne menni, mert ilyen rámeleket azért szeretjük. Húha, Berta, nagyon próbálja amúgy vágod. Még azt sem tudom, mit csinálok. Próbálok amúgy lépést tartani itt. Azt a piros kis biztosító szegecset ki kell venni, és akkor ott lesz egy lyuk, ami meg van kezdve, és akkor ott csak benyomod ezt. Aha. Na várjál, tehát ezt csak így lepattintom róla. Azt így lepattintod, aha. Oké. Okay. Már még a fólia is rajta van nekem. Te jó, te ilyet ittál már? Nagyon én, profi nyomod, tehát látom rajta, tehát én még azt sem tudom, mi a szar van. Ezt egyébként ugye Tájföldön is árulják. De öcsém, most gondolj már bele, tehát beraknak egy kókuszt, tehát így belekúrnak egy ilyen műanyag szerkezetet, érted? És akkor hajrá, tessék paraszt. Igen, igyad. És akkor ebbe beletolod majd a szívószálat. De elképeszi oldata van. És passzus. Ja, ebben már mehet így, várjál már. Most nyom bele kell nyomni. Aha. És már mehet is bele így, ahogy van. Uh-huh. Jaj. Nyom bele először ezt. Ja, hogy így... Oh, Jesszus Mária! Őszém! Fúha! Kész vagyok! Apám. Mit mondasz? Hú! Jesszus! Figyelj, most bocsánat, nem szoktatok ára dobározni, mennyi egy ilyen? 1500 forint, azt hiszem nagyjából. Hát azt hittem, hogy ez ilyen 5-6. Dehogy is, nem. Esküszöm neked, mint egy gyereknapon, úgy érzem magam. Ezt halka nem lehet inni. Ezt nem. Fú, de finom! Viszont nagyon jó. Hú, ki tudja hány perc elment már a videóban, és még nem csináltunk semmit. Mi csak iszogatok. Na figyelj, megpróbálom. Jó, fűtsünk. Megpróbálom, ezt valahogy ide rakom, hogy ne verjem le, ha nem muszáj. Na. Alá tettük a tüzet. Igen, minden hotpotnak alaplé az alapja. Mm-hmm. Én azért a zöldségeset választom mindig, mert van ez fűszer, amivel tudjuk majd beízesíteni. Tehát ebből van csirkés, marhás, halás. Persze, de ez vegetáriánus. Ez vegetáriánus. Igen. Ez szagol, illatoz meg nyugodtan. Aha, tényleg. Zöld borsó dominál. Mm-hmm. Zsolti mondta az előző videóban, hogy megmondta... Már oda kapott rendesen. Zsolti mondta az előző videóban, hogy azt hinné, hogy csirke. Én azért nem hinném azt, hogy ilyen húsleves alapné. Tehát zöldség, de nagyon baromi jó. Jól megkönnyíti ezt a sztorit. És akkor figyelj már, hogy lesznek az ízek? Tehát az egyik oldal megint csípős, a másik nem. Vagy mi az? Vagy... Mindjárt mutatom. Gyorsan ezt beleöntjük. Jó, persze. És sőt, mutatjuk. Levegyem addig amúgy a tűzre? Nem kell. Lesz egy kis sercenés, de ennyi. Ő az egyik ízesítő, a zöldséges gombás. Ez így sok akkor szerinted? Vagy nyithatod, aha. Jó. Nyithatod. És a másik meg egy enyhén csípős, tehát azt hozzá kell tenni, miközben dolgozunk, mondom a kedves nézőknek, hogy most igyekszünk nem mindenből ugyanazt, sőt, kifejezetten másfajta cuccokból gyártani a történetet.
Jó. Ezt még gyorsan mutatjuk a kamerának. Most ez a ilyen gombás hotpot fűszer alap lesz a mai A oldal, és a B oldal majd egy ilyen szecsuáni, marhás, fokhagymás. Ezek nem annyira csípős. Nem, az majd teszteled, ha figyelj, semmi. Az a korrekt kategória, mert nagyon csípőstől ki vagyok. Igen. Nagyon csípőstől, én nagyon megviszem. Ez meg ilyen gombás sztori igazából, így nagyjából. Aki lesz. És akkor, ez tök jó, hogy a gombát szeretem. Igen. Jó, figyelj, engem neked vezetned kell ezen a úton. Tehát, hogy én nem vagyok ilyen proaktív, tehát én nem merek semmihez hozzányúlni, amíg nem kell. Én tehát, már elődolgoztunk. Hú, látom, már hagyma már. Tehát mindig általában a hotpotoknak zöld hagyma az alapja. Teszünk bele így is, meg így is. Tehát apróra szeretelve is. Hú, de adom. Jó. Gyömbért nem találom. Itt van. Az egyébként nagyon gyömbéres ízet fog neki adni? Nem, mert nem. Azt nem tudtam. A gyömbér kifülve szinte alig észrevehető. Meg ugye a mennyiséggel is játszunk. Jó, mert amúgy a gyömbére nincs bajom, csak a teli gyömbér íz az nem sok jó, nem, figyelj, de jó, mindig persze. A harmóniára törekszünk. Aha, jó. Jó, tehát semmiképp nem. Viszont annyi kérésem lenne, hogy ott van egy csap. Ezt egy picit most meg, mert nem szedjük le a héját. Jó. Ilyen. Szexi darabokra várjuk. Igazából beleteszünk egyet-egyet. Mm-hmm. De ez egy tömény cucc. Jó. Azért mondom, ebbe te fogsz engem vinni. Igen. Ebből nem kell sok. Jó. Amiben még segítséget kérem. Igen, nyugodtan. Az a fokhagyma pucolás. Na, a soha életemben nem csináltam viccen kívül. Tehát ez előre megnéztem videókat, hogy hogyan is kell. Viccen kívül mondom, én sosem pucoltam fokhagymát. Én azt néztem, hogy ezt így... Összenyomják, igen, sok helyen. És akkor úgy viszonylag egyszerűbb. Tudom, mit szerettem volna kérdezni? Hogyha lehet? Mondjad csak. Hogy jött egyébként ennek a podcastezésnek a gondolata? Hát Patrikkal ugye már csináljuk ezt egy ideje, igen. Egész YouTube dolgot, meg nem tudom. Hát már jó ideje. Már jó ideje, és már régóta egyébként már gondolatunkban volt az, hogy akkor ezt kéne egyébként nyomni. Valamilyen úton, módon ezt is kéne még ezelni, mi? Tehát kéne ezt nyomni, és valahogy idén jött el a dolog a megvalósítására, hogy figyelj, nyomjuk meg. Ugye ő is most elköltözött otthonról, egészen konkrétan Ausztriába, és akkor most már akkora távolság lett köztünk, hogy nem nagyon tudunk találkozni, igazából baromi ritkán, fizikálisan. És akkor így megbeszéltük, hogy mi lenne, hogyha ezt csinálnánk, megnézzük, hogy mi van, és akkor így kitálta azt. Én mondtam neki, hogy legyen már az, hogy izébe nyomjuk. Mi az? Hogy új csatornára, meg stb. Aha. Aztán ő mondta, hogy ne, figyelj, ott van nekünk az a Sportfilm csatorna, azon van 100 000 feliratkozó, hogy legyen az. Hát mondom, jó, hát mondom, nem tudom, nem bíztam annyira benne. Nálunk ő a vállalkozó kedvű, meg a bizakodó, meg a bármibe belemer vágni kategória, én meg ez a beszari magyar ember vagyok, tudod, hogy hát de mi van, ha nem, hogy akkor ez izé fölösleges volt az egész, akkor csak elment a francba. Egyébként nem az, mint amire számítok ízbe, de viszont nagyon jó hűsítő, és mivel nem az, soha egy tolakodóbb, intenzívebb, kókuszos ízre, ami annyira nem jön be. Aha. De ez, hogy olyan, mint egy jó üdítő. Olyan, mint egy nekem teljesen ugyanilyen, én ilyen ízt kézeltem el. Én reméltem, hogy ilyen íze van. Így az igazi. Telibe. Dzsungelben nincsen szívószál meg ilyenek. Telibe úgy. Dzsungelben nincs szívószál. Hát nem. Na és akkor ez így dolgozik. És akkor most fogunk... Minden reggelmet el tudom képzelni, hogy ilyen egy egyébként jutom. Igen? Ez ilyen kakaó helyett. Tudod, mire kattantam rá a nyáron? A macsára. Az macsa... az a habkönnyű kis... Nem, az a mocsi. Az a mocsi, aha. A macsa az egy ilyen zöld tea reménypor, amit én láttébe teljesen, jegesen. Uh-huh. Hú, nagyon jó. Nagyon én, szeretem. Én szerintem csak macsás terméket ettem. Uh-huh. Tudod, valami ilyen-olyan sütikét, valamit, és akkor így telibe nem, ez még itt. Nekem csak hidegen, és csak teljesen. Jó. Akkor legyen a hozzá közelebb lévő oldal, szerintem abból fogsz többet tenni a gombás. Jó. És a csípős meg legyen ezen az oldalon. Jó. Aztán majd mi variálgatok. Aztán persze, de akkor... azért van, ha kell pálcika, van pálcikám, de ezzel sokkal egyszerűbb. Mindenképpen azzal akarom egyébként, mert azt néztem, mert evőpálcika is béna vagyok. Aha, szóval nem, ezzel így megfogod, aha. És így működik. Jó, tökéletes, ez nagyon rossz. Jó, figyelj, amit akarok még, fel akarom én is fedezni, így, hogy akkor ezek a dumplingok. Ezek a dumplingok. Beef and celery. Igen, celery az...
az a... Az a zöldségrész lesz, nem? Az a... Mindjárt mondom. Mi? Ezt nem is tudom. Zeller. Zeller. Oh, pedig angolban nem vagyok amúgy nagyon fogalmatlan, igen. De ez a celery, ez nem volt még. Igen, ez az erre nagyon kíváncsi leszek. Nagyon finom. Az is egy dumpling? Az veggies, az gombás. Veggies, gombás, csájban. Ú, de adom, fú, basszus, ezek... Egyébként annyian kérdezték, hogy miből, meg hogy, és igazából elmondom őszintén, hogy a nagy része az kísérletezgetés volt, és ez az is. Aha. Tehát a hotpotnak nincs egy exakt receptje, ez egy szertartás, ezt megosztod egy olyan társasággal, akivel érdemesnek tartod rá, meg jól érzed magad. Hát köszönöm, akkor, hogy itt lehet. És akkor együtt elmentek egy ilyen gasztronómiai felfedező aha, útra, és kísérletezgettek. És persze. Én meg köszönöm, hogy ebben társam vagyok. Figyelj, nagyon, mondom, hogy ezt már nagyon régóta kerestem, kutattam ezt a dolgot, hogy lehetne ezt kipróbálni, mint lehet, meg hogy kivel, mert amúgy akik körbeeztek engem, ők nem annyira vevők ilyenekre. Aha. Pedig amúgy ez egy semmi extra, tehát fél marvahús, meg igazából minden olyan íz, minden úgy tudom elképzelni, hogy... Lehető. Igen, tehát hogy viszont... A Dunapandából nekem van már élménye, meg videóztam is belőle, hogy vettem én is ilyen önmelegítős cuccokat. Aha. Azok nagyon nem voltak. Aha. Tehát a tészta benne. Tehát ez igen. A, ez a hát, rí, nem tudom, üvegtészta vagy rizstészta valami. Hát valamilyen tészta. Valamilyen tészta, és ilyen, ez a gumis jelleg, amúgy az ízek azok aha. Jók voltak egyébként. Csak a egyetlen, én nagyon sok hotpotot kóstoltunk Zsoltival is együtt. Aha. Egyetlen egy jó van, azt majd megmutatom, lent van, ahol tárolom. Van egy polc, aki nem tudja, ahol tárolom a várakozós termékeket, meg mindent, uh-huh. De van egyetlen egy, ami nagyon jó. Az nagyon jó fagy. Jó. Nagyon ritkán lehet kapni. Aha, egyébként. Gondoltam. Ennek megfelelően. És szósz, akkor vannak különböző szószok. Most hoztam nagyon ja, nagyon előre csomagoltam. Aha. Ez egy ilyen zsákba macska. Tehát van ráírva valami, de ugye tudjuk de jól, hogy az olyan... Puding próbálja az evés. Igen. Hát... Jó, de magyarul se nagyon, de várjál, hotpot Márta, ez konkrétan hotpot Márta. Ezek mind azok, igen. Csípős, tessék. Rengetegen kérdezték, hogy milyen termékeket tettünk bele az előzőbe. Nagyon sok mindenkinek le is írtam, befotóztam Instagram üzenetbe. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy most elébe menjünk ennek a dolognak, hogy kövessetek be Instán, és akkor ott ki lesznek téve nem egyszerre, de majd mennek ki hotpotba való a jók. A szűrt, a jók termékek. Jó, gyerekek? Ezek amúgy jónak tűnnek. Tehát ilyen magyaró vaj, püré, meg paszta, meg... Múltkor kihagytuk, de én tésztát... Ne tévesszem meg a szósz, meg a por nem, de a tésztát... Csak a tésztát, csak a tésztát, az noodles. Ja, azt be lehet, meg rá lehet próbálni. Jó. Mondjuk azt nem látom magam, hogy még egyre, ezt hogy fogom majd ki... Figyelj, megoldjuk. Van kis tárgyékkel abba, és akkor... Jó, meg lesz oldva. Aha, kezdünk jól kinézni. Ehhez a cucchoz amúgy mennyi specifikus dolog kell, hogy ténylegesen olyan legyen az élmény. Ez csak olyan. Nagyon kemény. Ez csak az. Nagyon kemény. Ez, hogyha ebben más teszel, akkor nem olyan. Aha. Hát meg így a kiegésztő cuccok. Igen. Tehát tényleg, hogy ez meg az, amúgy most ne főzzük bele. Igen. Hogy... Az jó volt. Tudod, így mozgatom, és akkor... Ja néztem, hogy... Ja. Na ez... Az mi ez? Az a hotpot partner szeliség? Ez jön ide. Oké. Okay. Ez kérlek szépen hotpos, csípős szósz, beízesítve. Várj, tehát hogyha jól értelmezem, akkor ezek, tehát ez is egy hotpot partner gyakorlatilag. Így van, tehát ez így gyakorlatilag van. Ez a sok kis tasak, ez gyakorlatilag felérezzel, csak gombás. Csak az külön van, akkor, hogy szarakodj meg több legyen a csomag. Persze, értem én. De figyelj, és ennek itt valami sorrendje van? Vagy szerintem nincsen. Csak mindent egybe, és akkor kevert bele az csomag. Persze. Figyelj, dobjam? Mehet. Figyelj, az alaplé, az... Aha, ez az a tipikus szecsuáni marha. De amúgy ezt szeretem. Jó. Én ezt ezeket az ázsiai ízeket nagyon szeretem. Ebben azt tetszik, hogy ebben nem látom úgy egybe a borsot. Tehát Zsoltival az nekünk nagyon nagy közös ellenségünk, mikor egybe benne van a szecsuáni igen, bors. Igen, azt mondtátok, nem ettem még sose. Basszus. Nagyon jellegzetes, nagyon erős íz, és így olyan, mintha áram megrázna ott, ahol eszed, és így kiszárod a nyelved. Úristen! Nagyon brutál. Ez furcsa lehet. Tényleg nagyon furcsa. Hú, az fasza lesz. Figyelj, ezt egy szaglásra azért neked így megmutatnám. Aha. Nagyon ilyen teljes vagy, nem is ennek tudom. Egy az egyben olyan szaga van, mint amikor bemész a boltba. Ja. Ilyen Food Panda bolt szag. Abszolút. Na, oké. Okay. Nálam most meg is érett a kesztyűcsere. Igen, nekem is már kezdődik beizzadni, tehát így benyírkosodni. Úgyhogy... Minden menjen bele, nem spórolunk semmit. Mindent küldjek bele, ugye? Így van. Szóval ezek srácok, ezek javarésze ilyen porok gyakorlatilag. Az első az ilyen, Jézus várja, ebben van egy önmelegítő tasak, hogy ez nem, ez egy ilyen filteres. Ez egy ilyen fűszer batyú. Tehát ezt csak belerakod, és azt egybe ki tudod venni. Fűszer batyú, konkrétan te a filter. Menjen bele? Menjen bele, persze. Hú,
Hát ezt érdő nem ismerném csinálni. De gondolom ez pálmaolaj lesz, vagy valami hasonló jóság. Igen. Amit még mindig úgy... Szokta szervezni meg. És próbálom úgy kiítni, hogy ne durranjon már szét az arcomban, nem muszáj. Aha. It's inside, baby. Egy kis gochujang fog belemenni. Az mi az? Hát sok mindent nem tudok. Az előre mondom, sok hülye kérdésem lesz. Basszus, most szólt el, hogy a kanalat ne basszam. Kezdem azt érzem, ez már ilyen direkt gag. Esküszöm, nem? Keresem, hogy hol a kanál. Ja, ez a kanál, meg az, hogy mindig leégetem a kezem. Tehát az mindig megtörténik. Ja. Azt kérlek szépen, ez egy ilyen, egyébként dél-koreai, ilyen fűszerkeverék, amiben van egy kis chili is. Hűha. És akkor megy bele a gomba. Szárított gomba. Szárított gomba. Dehogy megy bele. Dehogy megy bele. Ki kell kicsit izé. Ilyenkor azért mindig elgondolkozom, hogy vajon mennyi ideje van valójában ez a csomagban. Hát ez biztos, hogy nagyon régóta. Igen, de hogy mégis amúgy... De igazából ugye a hidratálás, mert a dehidratálás, ugye ki van szárítva, meg vákumcsomagolás szól. Igazából ez a fajta tartósítás, ez nem új dolog, és ez bevált jó dolog. Tehát úgy mondom, bevált dolog. Ja. Én keverek erre egy nyomot. Nyomot. Te a Dunapandából kóstoltad már a csomagolt csirkelábat? Nagyon ocsmány. Nekem a szárny ízlet. A lábat, én amúgy sem amúgy szereted, aha. Én levesben. A szárny az jó volt. Én nekem ez egy ilyen őrültségem, de nagyon sokan ki vannak erre akadva amúgy, hogy én ilyen hülye vagyok. Már, hogy... Még annyira nem. Ilyet felállok, és akkor megnézem. Én szerintem úgy kezdünk megérkezni. A gombát kezdjem el itt variálni? Aha, vedd ki a tasakból, és az aljától fölfelé körülbelül 2 centire egy bemetszést. Jó, bemetszés, és sebészi bemetszés. Igen. Kind of like this. Ezek ilyen nagyon picik, és mutka olyan szagas volt, úgy emlékszem. Igen, egy kicsit olyan dohos. Dohos jelleg? Erre nagyon kíván. Annyira jó amúgy itt lenni, hogy itt nem tudtam elképzelni, hogy milyen lehet. Ez most szerintem teljesen túl jó. Aha. Lehet, hogy az itt be volt már. Jó, várjál, meg akarom kóstolni. Én nagyon vieség, hogy nyersen én mindent, hogy... Semmilyen kellemetlen élménnyel nem találkozhatsz elméletileg. Enyhe gomba íze van, azon kívül meg picit olyan, mint ilyen csíra. Aha. Jellegű. Szerintem ez egy ilyen csíra gomba fúzió. Aha, de állat. Jó, akkor figyelj, ezt is durrancsam. Az is mehet, aha. Jó. Főjenek bele faszán a cumók. Én meg, ez meg beach mushroom amúgy, nem mutattam meg, de... Something like this. Ez, én otthon már kicsit ezek már megmosogattam. Bigger mushroom. Korianderrel te hogy állsz? Figyelj, ezt jó kérdés, ezt múltkor is mondtam, nem tudom, őszintén nem tudom elképzelni milyen íze van. Viccen kívül, nem tudom, nem nagyon, szerintem nekem nem nagyon van olyan... Megnyomkodom, ez akkor az... fogod érezni, ugyanez az íz van. Teljesen jó. Én amúgy nagyon kevés olyan fűszer van, amit nem... Bírok. A római kömény tiszteletem. Sokan minden porcikájuk tiltakozik el, nem ez szappanéz, meg nagyon sokféle verziót hallottam. Igazából én úgy vagyok vele, hogy minden íz, hogyha a megfelelő környezetben és jól van felhasználva, mennyiség tekintetében is, akkor az tud harmonizálni. Persze ízlés kérdésével nem vitatkoznak az úri emberek, de nem rossz. Figyelj, egy ilyen nagyon szolidat teszek a gombásba. Jó. Észre se fogod venni, de a marhához a koriander, az... Mennyország turiszt. Tényleg. Jó. Figyelj, én rád bízom magamat. De... Igazából Zsolti nem... is ugye mondta az előző videóban, hogy hát ő annyira nem, de aztán nagyon. Aztán íz lett neki. Figyelj, itt ez jó? Tökéletes. Aha. Ez nagyon baj. Ez gombásabb, igaz? Ez erőteljesen gomba íze van. Egyet elvesztettünk. Mehet a tiédbe is? A kérdés önmagában felháborító. Imádom a gombát. Én is nagyon szeretem. Nem is, hát elképzelni tudom, milyen az, amikor nem szereti az ember a gombát. Hú, a kisebbik gyerekem. De, hallod, tegnap stroganovos, milyen marhás üzét nyomattunk. És hallod, nem ette meg, pedig imádja a marhát. Mert gomba volt benne. És mondom, fiam, minden földi jó koncentrálva van a gombában. Abszolút. Tehát az egy szeretett csomag a Jóistentől, a teremtőtől. Meg figyelj, én azért nem értem, mert igazából nincsen, de egyáltalán nincsen tolakodó íze. Nincs. Tehát, hogy semmi. A párom se szereti, egyszerűen nem képtelenség, nem szereti. Így jó. Így komoly mennyiséget lehet egyszerűen. Komoly mennyiséget, én ezt a végéig akarom így. Rengeteg van benne, nagyon finom. Jó, vagy akkor most haladjunk még. Hallod a szimfóniáját? Persze. Azért ez egy...
gyönyörű. Ez egy gyönyörű. Pécsi filharmonikusokat megszégyenítő. Egyszerűen gyönyörű, öcsém. Bukcsáó, vagy Bukcsáó a következő összetevőnk. Ő a kínai kell, ilyen baby verziója. Jaj, ez annyira cuki amúgy. Figyelj, arra vagyok kíváncsi, a lótusz gyökérnek milyen íze van? Hú, hát annak ilyen nagyon jellegtelen. Tényleg az csak roppan is kész? Az csak annyi? Inkább az állagáért teszik. Aha, jó, mert az és is annyi kérdésem lenne megint, mert te vagy közelebb a csaphoz, hogy azért... Mossam meg! Ezt azért, igen, azt nem tudtam előmosni. Na ezt hogy akarod? Szerintem félbe vágjuk, és így, akkor... Így, hosszába? Aha, jaj. És akkor megkóstolod, majd mint úgy értem, hogy főve is vagy nyersen is, én szerintem főve jobb. Mm-hmm. És hogyha... Ez ilyen... Ha kell. Aha. És akkor így, vagy legyen is? Nem, mehet így bele, és hogyha az van még, tehát hogyha majd kell, ízlik, valami ízlik, abból mindig tudom... Durrantjuk bele, durrantjuk tovább. Után töltjük, jó. Na, és akkor eljött az az idő, hogy akkor szószokat fogunk tesztelgetni. Jó! Mit szólsz? Nagyon adom. Kezdjük. Ezekre nagyon kíváncsi vagyok, mert te se tudsz róluk semmit, de végre nem. Te is új teritoriumra kerültél. Pot-pot, Mártás, csípős, nagyon egyszerű, puritán a leírás, mutatom a kameráknak, hogyha ízlik, akkor azt mondom az Instagramon, meg fogjátok találni. Yes. Na én, haver, időközben kinyitottam egy szószt, és... Nem jó? Lehet, hogy ez lesz a szezámolaj, amiről nem biztos. Hát ez inkább paszta. Ez már nem de olaj. Hogy ma maga az olaj. Igen, rajta van. Nem, ez ilyen mogyorós, ez határozottan mogyorós, kérlek szépen. Nem tudom, hogy nem jó-e, tehát az illata az egyelőre még úgy fura. Ugye? Azzal szenvedtem ez, én is. Megvanunk. Megveszünk. Szóval nekem is ez most derült ki számomra, hogy ilyen szószokat lehet kapni már elő. Igen, van egy ilyen hotpotos fal, és ott vannak felakasztva ezek az alaplébe ízesítők, és alatta vannak ezek a szószok. Értem. Ezt a hotpotos falat én nem láttam, nem néztem meg még egyszer sem szerintem. Mert igazából, hogyha nem ezt keresed, akkor olyan... Akkor úgy eltűnik, akkor eltűnik ott. Ez a csípős? Igen. Ez magyaróvajas. Uh-huh. Ott fűszer. Pekingi. Ez meg pekingi. Pekingi kacsás. Jaj. De amúgy ez a magyaróvajas, van egy olyan érzés, hogy ez lesz a legjobb a marhához. Igen. Szerintem. Na ne nézzük. És olyan vastagon az olaj, hogy csúszkál rajta a többi. Hát ez a szokásos sztori. Egyébként nem rossz. Szóval, működik. Szépen. Hú, de ezektől nagyon féltem. Wow! Ez nagyon... Hallod? Az illata... Nem azt mondom, szinte köszönő viszonyban sincs az ízével, de nagyon más illat van. Illata nem volt túl bizonygerjesztő. Ez is jó. De ez... Nagyon jó, ez a marhával. Hú, az... Rámegyek a csípősre is, mert én csípős kedvelő vagyok. Ez az egy kicsit jó. Sósabb szerintem. Vagy ilyen sósabb jellegű. Ez mennyire csíp? Lakossági. Lakossági, jó. Az az én szintem. Jesszus! Na ez az a csípőség, amit én imádok. Igen. Hogy így ott van, de nem... Ez csípős, hát nem azért... erős. Nem, jó az. Hú, de ha, ezek... Csátok, tényleg ezek így néznek ki. Teljes olyan, mint hogyha így a... A legutolsó dolog lenne, amit megvennél szívesen. Elképesztő jó, mint viccen kívül. Én sajtok meg fogom mondani azt, ami nem is ízlik. Azt most kérni is akartam. Persze egyelőre minden bajnok, tényleg. És akkor ötös skála, ugye? Nagyjából azt szoktuk. Ötös skála. Ez akkor végül is jó. Ez az, ami a múltkor is volt. Tehát ez egy ilyen... Ezt is meg lehet így... Persze, azért öntöttem. Jó, na nézzük, mutass. Mit tud ez? Ez meg a... Csodúcsán. Ugye? Ilyen ketchupos jellegű. Ez volt a doboz ízűnek. Jaj, de az nem? Ja nem, az ja, aha. Nagyon ez nagyon jó. Ilyen édesebb ketchup jellegű, tehát hogy édes. Mézes ketchup. Igen. Tehát ez az édes, nem ez a savanykásabb. És ez csíp, mi? Mind a kettő egy csíp. Ebben nem érsz talán. Nekem ez jobban. Ez olyan, mint egy édesítőszeres lenne, kicsit. De igen, ez is finom, de ez szerintem bajnok, de ez... Nagyon jó. Bocsánat, én ezzel még nyomadom meg ilyen. Na, én itt pofától leszek. Még egy szószunk van. Aha. Ja, az is egy szósz. Hot. Ez is hot. Csak ez már a hatodik szósz lesz, tehát hogy... Igen. Hát igazából ugye itt ezzel játszol az alaplé, meg a szósz az, ami ízesíti a húst. Igen. Mert a húsnak egy adott íze van.
Hát ez ebben nem lesz jó. És olyan érdekes, srácok, hogy igazából ezekkel a szószokkal, ezekkel a piros dobozos szószokkal nem is tudom nektek átadni, hogy milyen ízt érzek. Tehát egyszerűen annyira különleges, egyedi ízek. Ez egy picit mogyorós, azt talán kiérzem. De ezek a fűszerek, vagy nem tudom, amik, olajok, amik benne vannak, ezt így nem érzed máshol, szerintem. Nem, ezek ilyen egyediek. Jó, az mi az? Nem érsz ki jól, igaz? Gyerekek, hát most srácok, is kamerák időszakosan. Nem akarom mondani, hogy... Igen, hogy mi jut eszedbe? Semmi, figyelj, maradjunk annyiba. Ez mi ez? Hát ez nagyon hasonló, mint a többihez. Igen. Gyakorlatilag, hogy... És ez ilyen paszta, vagy ez... Nem rossz. De nem is jó. Ez már egy kicsit cipőtalpas. Nem? Egy picit olyan... Már olyan ázott zokniző. Ne, az még nem is, de inkább nekem olyan, ez a tipikus, ez a hasított műbőr, vagy nem tudom mi, műbőr, cipőtap. Igen. Dumpling? Én szerintem nagyjából úgy az alaplé úgy elkészül. Oké. Tehát mehetnek bele azok, amiknek már kevesebb idő kell. Én szerintem menjen bele a dumpling, aztán a tészta. Figyelj, ezeket mind meg akarod csinálni? Amennyi jól esik, annyi. Csak azért mondom, mert figyelj, én ha, tudok enni. Én azt mondom, hogy amennyi jól esik, annyi. Tehát először kóstold meg, ha ízlik. Jó. Figyelj. Én nem fogok megsértődni, ha megeszed az egészet. Figyelj, az szinte 100%, hogy ez ízleni fog. Tehát akkor jó. Ebben nem lehet szinte olyan 100%. Dolog. De tényleg, ebben tipikus az olyan dolog, hogy nem lehet olyan, ami nem. És azt is szokták nekem mondani, hogy nekem az ízlésem az nagyon egyedi, tehát hogy én sokak által mondjuk nem kedvelt, nem preferált dolgokat is nagyon szoktam szeretni. Aha. És általában, amit meg sokan mondjuk kedvelnek, azt meg szoktam, azt meg nem szoktam szeretni. Azt tiltakozik a személyiséggel ellenek. Igen, érdekes nagyon. És ezek ilyen jelenleg. Hát ez dumpling, én fagyasztott. Igen, én beleteszem a tésztát is, abban a tiédbe is nyomom. Wow, az ilyen fajta. Jó, akkor egy-két dumpling. Te is kérsz gondolni ebben. Mindenféleképp, igen. Fél, én egy hármat, négyet mondjuk. Nem tudom, ez mennyire, hogy ez biztos nem fogja lehűteni itt a dolgokat. Ne, hát... Igen, ez ilyen gondolatot. Szóval egy ilyen egyszerű, bármilyen ramen tésztásnak, mert volt ott ezerféle hotpot tészta, ilyen tészta, olyan tészta, ezt tudom, hogy jó. Uh-huh, uh-huh. Hát menjen bele ez, tudjuk, hogy jó. Igen, ez talán koreai? Koreai, ugye? Dél-koreai, valószínűleg. Észak-Koreában nem igazán, nem ilyen színes észak-Korea. Igen. Ezek így szépen fölnek. Azokat én is kicsikét így megvizsgetem, kicsit így. Szóval itt már egyébként karnyújtásnyira vagyunk az evéstől. De ahogy te is mondtad az előző hotpotos videóban, gyakorlatilag igazából mi már most teszünk. Tehát már most ez egy ilyen, tényleg ahogy te is mondtad, ez ilyen szertartás. Tehát ez nem az, hogy kész van és akkor eszed. Így van, ez folyamatosan eszed. Ez így szépen. Na erre nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon brutál. A marhahúsi. Ez slices. Gyerekek. Ez kifejezetten ehhez készített. De most tényleg ehhez van külön? Ehhez van, aha. De komoly. Vagy ezt hol tegyem, hogy te is eljött? Oda, úgy jó lesz. És tudod, hogy mi egy projekt, ami még közeleg? Nem tudom, annyira, hogy szereted a fondűt, vagy hogy fondűztél-e már. Soha jöttem, de nagyon ki akartam próbálni. Úgyhogy akkor tisztelettel meg is szívlak. Ha van kedved még ilyen közös bulihoz valamikor. Na, persze. Ha nem olyan távoli jövőben, akkor egy ilyen... És ugyanez, csak sajtzuborog, és akkor zöldségek. Fú, apám, itt is ki leszek amúgy, de ott, én, na, sajt az nekem az... Az igen. Az crazy. Fé, én egyel kezdem, megnézem, mit tudunk. Kettővel. De már te már tapasztalt vagy. És akkor most ilyen négyel. Most kell alányomni a kakaót, zuborogjon. Megint itt vagyunk, gyerekek. Nagyon jó élmény volt. Azt a mindenit. Elképesztő, milyen gyorsan felolvad, felenged, és tényleg, hogy ugrik össze. Atya Isten! Nagyon brutál. És olyan vicces volt számomra a múltkori hotpot videóban, hogy Zsolti kérdezgette mindig, hogy ez meddig kell? És közben olyan nagy ilyen medium rare izé, tudod, ilyen burgersütés, meg ezt is főzöd, aztán ameddig akarod, addig főzöd. Amikor tényleg. Jól esik. De marha hús, ezzel semmi baj nem lesz. Én már nyomom is. Ezt így, ahogy van? Ezt így, ahogy van. Ezt csak kóstol meg szerintem. Persze, csak úgy szárazon. Szárazon. Vagyis, hogy ízlik. Hú, apám! Tolom a csípősbe. Hát, kedves egészségére mindenkinek. Neked is, Isti. Uh-huh. Köszönöm, jó étvágyat! Jézus Isten! Tű! Picit ilyen...
most tudom megállapítani az állagot. Most márványosabb, egy kicsit. Igen, igen, arról, lehet, hogy arról lesz szó. Picit ilyen, ilyen... most mondom, hogy chipses, de hogy ilyen, ilyen karcolós. Olyan bacon jellegű. Igen, pontosan, pontosan. Ezt a szót kerestem. Nagy nehezen. Fú, de állat. The shrooms. Nagyon jó. Figyelj, most dolog izét, szószucskát. Jó pofa, jó pofa? Nagyon jó pofa. Jó pofiság? Szóval azt hinné az ember, hogy ez olyan, ki tudja milyenek ezek a porok. Ezek az alaprégesítők. Hát ez de jók, ezek nagyon, ki vannak találva? Nagyon, nagyon összerakják, öcsém. Nézzük azt a doboz ízű. Ízé-vizét. Mhm. De jó. Nagyon. Határozottan békön jellegű. Igen, a zsírosság lehet, hogy az a, amiatt. De nagyon, nagyon jó. Mm. Kicsit még olvadni érted. Most nézek valami zöldséget már. Szerintem már lassan a dumplingzok is jók lesznek. Dumplingzok? Figyelj, kiveszek egy dumplingot. Kiveszek több mindent. Hát most akkor már egy füst alatt. Csak aha, azt kivenni az... Csuszi, csuszi. Ez a spácikával nekem ez egy olyan kínszenvedésen, hogy nem vagyok egy agresszív, de borulna az egész. Ez biztos, nekem is ne aggódj. Ezre az ember érted. Amikor egy éhen, ó, basszus, amikor egy éhen halsz, és akkor így szenvedsz. Annál rosszul nincs. Ez az, gyere bébi, gyere bébi. Mi ez? Ez a gyömbér. Gyömbér tényleg nem érezni ki egyáltalán. Ugye? Egyelőre még azt mondom. Egy dologra leszek még kíváncsi, én majd meg szeretném kóstolni, biztos van kanalunk is, magát a levet. Itt van a kanál. Uh-huh, uh-huh. Jaj, hogy abból úgy. Van, persze. Jó. Az alaplére nagyon kíváncsi, hogy az mit tud. De ha kérsz, van műanyag kanál is valahol. Jaj, ne. Jó. Mi van még itt? Szerintem már a bakcsúly, a kínaika is jó. Aha. Én a tésztára leszek nagyon kíváncsi. Az ez? Az, igen. Egyszerre több mindent fog. Gombácskákat. Hello. Baby. Hops. Hát igen, itt azért lesz. Fú, öcsém, ez nagyon kemény dolog. Itt aztán nagy világ van. Menj rá a tésztára is, mert nagyon brutál. Ráfogok mindenre. ez a gomba. Ugye? Hú, az a baj, hogy és még mindig nem járunk a hotpotos dolgok kísértezgetésének az egy tizedéért. Gondolom. Hát annyi fajta van és lehet, és ez igazából basszus, imádom ezt enni, csinálni, beszélgetni közben. Ez itt tényleg egy ilyen közösségi élmény, basszus. Tehát én tényleg nagyon meleg szívvel ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Nem is annyira költséges. Összeülteti a családot az asztalhoz, meg a barátokat. És ezt szerintem most beszéltétek ti is, hogy itt azért a social media világában azért ez egy kicsit hiányzik már. Nagyon, határozottan. Csak tényleg az a baj, amúgy én azt hiszem, hogy nagyon sok ebben nem nyitott ilyenekre. Például Patrik egyáltalán nem lenne erre nyitott. Tehát, hogy ő az ilyen ázsiai, meg koreai, meg ő ez a tipikus magyar izé, tudod, gulyásleves, pörkölt csokolom körülbelül. Hát az már ugye ízlés kérdése, de egy fondőre csak nem mondaná nemre. Jó sonkák, jó sajtok, mindenféle. Ú, de jó ez a zöldséges dumpling, ez a gombás. Mindkettő jó. Hát te jó szagú, én megőrülök. Ez olyan fantasztikusan átítatja ez az alaplé, hogy így tocsok, tényleg a téred meg se kóstoltam, mindjárt nyomha. Nézem. Hülye vagyok. Nem annyira csípős. Tehát kifejezetten nem csípős. Aha. De ilyen szecsuáni jellegű, igen, nem? Ez a ilyen... Talán paprikás, paradicsomos, nem tudom pontosan. Jaj, enyhén paradicsomos, szecsuáni borsos, az a tipik ázsiai. Ja. Gyerekek, közben készültünk egy kis Hongkong style ananászos limonádéval is. Atya Isten, várjál! Az oda a kelt kóstoltad már? Még nem most, de már megyek is rá. De arra nagy, az a nagyon óvatosan, mert itt szerint forró, de úrra meg kell. Nekem ki van csempézve a szám. Figyelj, megnézem a te oldaladat. Nagyon finom. Kicsorok gombát. Én a tésztát nagyon javaslom. Aha. Nagyon meleg szeretettel ajánlom. Mármint nem úgy meleg szeretettel. Értem én persze. Értsd jól. Tisztusor. Itt a szexuális identitás az nem kérdés. Meg nem téma. Nem, én amúgy én sosem értettem egyébként, hogy igazából mit számít.
semmi. Sose értettem, hogy mit fontos az, hogy ki hova, kihez vonzódik. Tehát amíg más nem, másnak nem ártasz vele. Igen. Én legtöbb dologra így vagyok, amíg másnak nem árts valaki, mert csinálja. Igen, addig tart a szabadságod, pontosan, amíg a másikét nem korlátozod. Pontosan. Egyrészt, másrészt meg az, hogy a négy fal között ki mit csinál. Hát, annyira magánügy. Teljes mértékben az. És ugye, hogyha ez magánügyként van kezelve, akkor szerintem ebből egy normális értékelendő embernél nincs probléma. Abszolút, szerintem se. Hol érdekel engem, hogy hopp? Bocsánat, így majd a... Figyelj, ismerjük a történetet. Ezt a kelt kilophatom? Nyugodtan. Pótlom. Teszünk még bele. Én amúgy is most megmondom őszintén, hogy nekem a tészta annyira bejön, hogy várom, hogy megint elfelejtettem szedni. Várom, hogy hűljön, és elnézést is kérek mindenkitől, aki egyébként nem szereti az ilyen csámcsogás szürcsögést. Általában nem szoktam, de a videóban valahogy mindig sikerül, mert ezeket a kajákat így nem tudod szépen enni meg kultúrát. Nem. És ugye nézed ezeket az ázsiak, szürcsögnek, szívják, és olyan erővel szívja, hogy mindig adtok, hogy az egész tányérbe szívják, nem? Tudom. Nagyon kellemesek amúgy ilyen szempontból. Aha. Várja, én most rafinált leszek, és azt mondják, hogy a lust emberekre jobb bízni a dolgokat, igen, mert ők eleményesen gyorsan megoldják. Beleteszek ennyi marhát, és akkor csak ki kell majd találni. Nem szarozol, apám! Figyelj, egyébként el kell, hogy fogjon, mert ezek egy mirelitek. Ez... Persze, a fiat, nem lesz gond. Nem lesz itt gond, ne aggódj. Ja, úgyhogy most a fenti kamerán is ismét van képünk, úgyhogy látjátok, hogy itt szépen zuborog. Megpróbálom. Nagyon jó. Egy szószal próbálj ki majd egy dumplingot. Megpróbálom így úgy beigazítani, hogy szószal dumplingot. Ez abszolút favorite már most nekem. Jézusom! Ez a dumpling, ez úgy ki van találva, nem? Tehát úgy... Minden! És annyiféle van. Mm. És... Mm-hmm. Egyébként van rengeteg tengeri herkentyűs, meg halas is. Igen. De valahogy az nem. Az nem, egy porcikám se vágyik rá, megmondom őszintén. Nem, az valahogy nem, meg én alapból nekem van egy, hát nem feltétlenül, most már talán egészségesnek mondható, de egy darabig nem volt az hipohondriám. Aha. És én ezektől mindig nagyon féltem, amikor ilyesmit kóstoltam, hogy na most akkor vajon az anafilaxiás sok, akkor most beütle vagy nem, isteni, ebbe. Igen. Azonnal zsákolt bele. A kamerának mutatom, hogy kis darált marhahús az ellerrel. Hú, az. Hogy milyen szintű kis húsgombóc van benne, és hogy ebben a fűszeres lében megfő, kiteljesedik. Mert egy sarki csillag fényét árasz ki a lelkemre, annyira gyönyörű. Uh-huh. Igaz? Uh-huh. Tehát gyakorlatilag nem jutok szóhoz. És ezzel ez a baj, hogy olyan jó, hogy forró, nem tudod megvárni, nem is akarod, égjen a torok, a szájüreg. Hát most kezdek el izzadni. Most érzem, hogy már megjelentek a gyöngyöcskék, hello, here we go. Megérkezett. Nagyon, a te oldal is nagyon finom. Vagyis hát a másik igaz, oldal. Hogy nem csípős? Annyira? Nem. Nem, de tipikusan tényleg ez a tipikus ázsiai, ilyen paprikás, ilyen kicsit marós, vagy nem is tudom. De nagyon finom. Nekem ez azért jobban fekszik egy picit. Na én még azt nem teszteltem. De mindkettő nagyon jó. Mivel fogom tesztelni? Mert szerintem a szósznak a legjobban a tészta veszi át az ízét. És nekem ez újdonság benne, hogy tészta. Ja, hogy ráküldöd a... Aha, értem, hogy mire gondolsz, hogy sós a tészta. Nekem inkább ízletesnek mondanám. Igen? Aha. Most megnézem a te tésztádat. Már rendesen meg van főve, úgyhogy... Uh-huh. Nagyon kellemesen gombás a te oldalad. Azért... Az nagyon kellemes. Azért ízlik nekem az nagyon. Ez a tészta, ez nagyon jó. Uh-huh. Minden ezt jó. Szedni, meg enni, fú, gyerekek, tényleg elnézést, hogyha valakinek bántja az ízlését, akkor az most tényleg skippelje ezt a videót, mert mi most itt enni fogunk. Én is úgy próbálok enni, hogy így halkan, meg óvatosan, meg nem tudom, húszáig megfolytom a sokkát, meg mutatnom a kamerának, fejem. Hogy így néz ki a tészta a hússal, kivéve a szószból. Uh-huh. Annyira egyenletesen... átveszi a szósz ízét a tészta, szóval ez egy jó sztori. Nagyon, itt minden jó. Itt tényleg minden jó. Ugyanazt tudom mondani, mint a Zsolti mondott. Itt egyszerűen nincs kérdés, nincs kompromisszum. Hú, ez nagyon...
Zsolt is egy válogatós egyébként, de nagyon elővigyázatos. Igen, igen. Megkóstolja, de először csak egy picit. Igen, azt észrevettem is, hogy sokszor olyan érdekű volt a reakció, mint amúgy nem is lenne úgy autentikus. De biztos ízlet neki, nem azt mondom. Csak így válogatós, és akkor a marhát is elkezdteni, és akkor így, ennyi, kész. Tehát, hogy... Majd egy kis vízzel fel kell még húzzuk, mert most azért sokkal elfőtt. Több mindennek volt benne. Igen. Egyébként. Igen. A tészta az nagyon sokat felvesz. Kiadja a matematikát. Matemát is. Aha, kertes a. Tiedbe is akkor hozom. Igen, meg is. Szerintem ezt a fűszeres tasakot ezt eltávolíthatjuk. Jesszus Mária. Igen. Hú, de jó. Akkor. Szerintem egy kicsit így felszabadulnak az ízek a koncentráltságból, egy kicsit. Aha, igen, de nekem nagyon tetszik, hogy ilyen koncentrált. Mit kérsz? Dumpling. Dumplings. Gyerekek. Ez az, igen, persze. Ezt nem tudom nem dicsérni, ezt a történetet. Nagyon jó. Tényleg nagyon egyszerűen elképesztő. Olyan, pontosan olyan, amire számítottam, hogy lesz. Zseni. És a minőségi mindent, tehát úgy érződik ezen a dumplingon is, hogy hiába egy ilyen gyorsfogyasztott történet, de hogy minőségi... Az egyébként angliai gyártmány. Tényleg? Hát igen. Ah. Az a durva, hogy a dumplingokat én végignéztem, nagyon-nagyon sok fajta van. Vannak ilyen extrémek, amik ilyen tojáshabbal töltött, meg ilyenek. Szóval azért bele lehet nyúlni ott érdekes dologban, mi azért a safety zónán belül vagyunk. Igen. És de mind holland, meg angol gyártmány. Beszarás. Nem gondoltam volna. Szóval a dumplingok azok így... Nagyjából így néznek ki. Csak próbálom óvatosan mutogatni, mert... Na én nekem a pólomat sikerült agyonvágni. Ez amúgy spenótos, nem? Be valami... Ne, nem spenót van benne. Spenót. Mert az egyik a zöldséges, a másik meg a marhás. És az lehet, hogy spenót gomba, mert ugye zöldséggomba van írva. Szerintem van benne kis spenót, de nagyon jó. Gyerekek. Imádom. Azt is. Húha. Ezt ja, hogy persze te beleküldtél egy nagy adag, tényleg elfejtettem, azon szépen megbújtott. Igen, és erről azért, hogy mondjam, jól megmutatom ide. Na most sikerült. Ez azért ilyen. Nagyon jó. Ez azért nem sima. Nem, a dumplingokat sem. Halok bele. Nagyon jó. Próbálom, ne haragudj már, de ezt én így fel fogom ide segíteni, mert... Nyomod, nem annyira szeretem így fogdosni azért, tehát ezeket nem tudom megenni. Ahogy szeretnél. Jó, figyelj, ezt megkapom ide, jó? Na. Közben nyomom a Jézusom, de finom. Ananászos, Hongkong style. Hát én is milyen rádúranak. Szóval az igazság, tudod, hogy... igen. Viszont már vannak olyan kontentek, és szerintem egyébként, amit firtattatok abban az ominózus podcastben, az is ilyen, ez a főgazdagok, hogy... Igen. Tehát, mert nem is azt mondom, hogy tehát nálam már oda enyhe kifejezés az, hogy a polgárpukkasztás, az már provokálás. Igen, ez egy jó... Az már szőrszálhaszogató provokálás. Az igen. Igen, nekem az a polgárpukkasztás volt a fejemben, mint fogalom erre, de te mondod jól, igen, az már az aktív hergelés. Az már a igazi manipulálás, mondhatjuk úgy is, embere manipulálás. De ugyanakkor azért nem tudok ideges lenni erre, vagy hát nyilván ideges vagyok erre, csak az a baj, hogy tisztában vagyok, hogy minél idegesebb vagyok ellen. Annál kevésbé érsz el bármit is. És nem csak az, annál jobb lesz nekik. Igen. Tehát nekik ez ilyenkor deal. Hogy igen. Tök mindegy, hogyan csak foglalkozz ezzel az egészen. És ezért ennyire provokatív, hogy tök mindegy, hogyan csak váltson ki belőled valami érzelmet, valami érzést, és kivált. És kurvára keményen kivált. És akkor idegeskednek emberek, rajtjuk meg ott rögnek nagyokat. Egyébként azt mondják... Foglalkoznak vele legalább. Azt mondják, hogy a negatív érzelem az egy nagyobb motiváció. Igen. Mert hogyha előbb szítsz le valakit, mint megdicsérsz. Igen. És ez itt nagyon jól alkalmazott politikai pszichológia. Persze. És egyébként megmondom őszintén, hogy én kereskedelmi tévét egyáltalán nem nézek, már nagyon régóta. Én sem. Mondtad is, igen. Igen. De hogy én nekem megmondom őszintén, a Dancsónak a videójával jött szembe. Igen, hát a legtöbb embernek szerintem, igen. Igen, és ez egyébként itt meg felmerül a kérdés, hogy nem ez a marketing stratégiája az egész sztorinak. Hát ahogy én is mondtam, persze, hogy érzelmeket vált ki, és utána foglalkozott vele, értem, akár hogy, még ilyen... Hogy megvannak dílelve az ilyen véleményvezérek, a nagyobb véleményvezérek,
Érted? És akkor igazából mindegy, mint azt a mellékelt ábra mutatja, jót vagy rosszat mond, de így felugrik a víz felszínére ez a buborék. Figyelj, erről én nem tudok nagyon mondani semmit, mert a Petivel én értemben kétszer-háromszor találkozhattam. És nagyjából szerintem egy olyan 3,5 mondatot váltottam vele összesen, tényleg. Úgyhogy nem tudom, hogy működik ez. Egyébként ha tudsz kihalászni, majd érdemes megkóstolni. Már nagyon pici darabokban fellelhető a koriander. De most nekem ez annyira új, ez a szósz, ez az íz, amit ez az. Hát nem tudom letenni, egyszerűen függöm. És tök mindegy hússa, de a hús az nagyon megy. Nem ami borsos is, vagy nem tudom. És egyszerűen nem tudom nektek tényleg elmondani, hogy milyen íze van, mert soha nem éreztem ilyet, de elképesztő finom. Most nem is tudom, hogy megfordítani már, köszönöm, ez ilyen fejjel lefelé van rajta a cetszer. Igen. Úgyhogy ez ennyi volt. De picit talán mogyorós, sós, nem tudom, ugye a legjobb mindenből. Kíváncsi, hogy megfőttem el ez a dumpling. Na nézzük ezt a limonádét. Csak szólok, hogy nálam... Ja, hogy te azt már ugye is? Igen, nagyon, nekem nagyon így, én eleve nagyon szeretem az ananászt. Aha, én eddig nem is ittam egyáltalán. És itt van benne valahol a szívószál? Nincs. Úgyhogy... Ja, nincs hozzá. És egyszerre körbevágtam, mert nem tudtam lenyitni. Úgyhogy... Köszönöm. És akkor én ezt rendesen... Hát akkor ilyen pohárként, ja. Jaj. Igen. Úgyhogy... Gyerekek, itt én annyit ettem már. Igen, én is, hogy most éreztem, hogy egyszerűen beütött, hogy dumálok, hogy... Haló. Mert finom? Nagyon. Egyszerűen 5/5. De nem tudom, nekem, hogyha így listáznom kéne azt, hogy mi ízlett legjobban, a kell. Nekem a kell az number one, de tényleg. Amúgy a gombákat nem is találom meg, azokat még meg akarom enni, jók vagy eszegetni. Egy-kettőt én is kicsipegettem, de hogy a többi az ugye eltűnt. Na, pöcsém. Ott vannak azok a hajszál jellegű csíragombák. Aha. Jó, az nagyon... Azt egyébként nagyon örülök, hogy felfedeztem, mert ez korábban nem volt itt a pandában. És a mukbangekben azt ugye mindig beleteszik kis ramenekhez, kis izéhez. És az recseg ropó, finom, tehát van egy textúrája. Mellett az jelektelen az íze. Ez nagyon finom. De igazából olyan finom, mint hogy ananászlé lenne. Igen. Őszintén. De... Limonádé jelleg nem Nem semmi citromosság nem jön elő. Ez gyakorlatilag nekem tök ananász, egy az egy ananászlé, de iszonyat finom. Hoppáré, forró. Párszor én is meghaltam amúgy már. Ez még annyira jól néz ki, de annyira már egy nem tudom magam belőltetni, de gyerekek. Kész vagyok én is teljesen. Borzasztóan jól néz ki. I'm on full. Ezt meg akkor belekavarok, hogy még a hús jó. Ja, jó. És akkor igazából én elzárom. Jó. Hát, csökkentsük a hőt itt, mert... Jaj, hát ez nagyon jó sikerült event. Örülök, hogy így látod. Én mondtam neki előre, hogy kicsit harsány ember vagyok. Hangos tudok lenni, meg nem tudom. De sokakat idegesít egyébként. Tehát nyilván. Hát most ez olyan dolog, hogy itt mindig ott van az, hogy ezt a videót kihagyom. Persze. De amúgy szerintem most nem voltam olyan vészes. Abszolút nem volt vészes. Szerintem jó témákat is érintettünk. Igen. Jó kajátunk, jót főztünk. Én szétadom. Én az egész élményre, most én szétszedem a pontozást. Jó. Az élményre a társaságodban 5 pontot tudok adni. Köszönöm szépen. A kókuszra 4,5. Aha. Mert nem rossz, jó, mert 4,5, de egy kicsit úgy intenzívebb ízélményre vágytam. Nekem a limonád is 4,5 ízlik. Kicsit, hogyha hidegebb lenne, akkor szerintem jobb lenne. Aha. Egyébként meg a hotpotra is egy 5-ös tudok adni, a szószokkal mindennel együtt, mert tényleg ezzel talán kimerem jelenteni, hogy ezt nagyon elrontani nem lehet. Tehát veszel egy ilyen zöldséges alapot, hozzá fűszerkeveréket, amik azért jól vannak balanszolva, olyan dolgokat teszel bele, ami az ízlésednek megfelel, a szósz kipróbálom ízlik vagy nem, és igazából nagyon nagy nyúlsz mellé. Érted? Úgyhogy én, nekem ez megint egy 5-ös, és ez egy kurva jó élmény, már bocsánat. Nagyon. De... Én azon vagyok elhalva egyébként, hogy ugye itt a gombás oldalra ez a poros, igen. Ilyen hotpot partner, mert nem az a redukált, amit igen, ugye igen. Volt, hogy egy ilyen, azt hiszem, megint olyan lesz, hogy így egy ilyen cucc, és tökéletes, ez olyan jól megcsinált, hogy nem igaz. Én is a társaságra 5 pontot tudok adni,
Hát köszönöm. Én a kókuszra mindenképpen egy ötöt, mert nekem nagyon meglepő, hogy milyen fantasztikusan finom. Nem ittam még ilyet sosem, tényleg egész jól felmelegedett, amúgy lassan melyik. Mm. Ebben is még rengeteg van, nem tudom mennyire jó dolog egyébként egy ilyen kajára, hogy ezt még iszogatni. Majd meglátjuk otthon. ez nekem egy olyan, ez most már egy olyan négyes, mert mondom benne én darabok. Ja, azok ananász darabok. Az ananász darabok lesznek, csak az ilyen bubble dolgaikkal, ja, ez meg ilyen, meg van egy kis zselékockák vannak benne. Azokkal nem igazán tudok különülni. És amúgy oké, ananász darabok, csak nekem az hozza elő. Tehát ez iszod, és akkor jön ez a szilárd dolog, az nekem fura, szóval négy. Szószok, hát igazából ebből sokat nem is fogyasztottam amúgy, tényleg, ez nézd meg ezt, ez így a kétharmada üres, most ez így, ez, nem tudom, mi volt ez? Nem tudom, Kawasaki Hotpot fűszerezés, pekingi, ez volt a pekingi. Hú, ez szóval nagyon... ez volt a zöld tetejű. A marhahúst én máshogy képzeltem el ezeket a slice-okat egy picit. Nem, mert azt mondom, hogy rosszabb szerintem, volt, szerint... de azt mondom, hogy jobban szétomlik. Uh-huh. Ez most szerintem azért nem omlott annyira szét, mert ez most... fény évekkel zsírosabb. Lehet, hogy azért ez nem. Ez most nagyságrendel. Ez ilyen 50-50 volt a múltkor a zsírhúsalány, itt most szerintem 70-30 és valamikor 80-20. Uh-huh. Tehát hogyha tehetitek, de bár ugye ez mélyhűtőben van, és megvan fehér az egész. Tehát, hogyha, de viszont ha valamennyire rálátásotok van, akkor ebből érdemes azt választani, ami húsosabb. Szerintem, mert annak jobb az íze. Aha. Azt aláírom, én össze tudom hasonlítani, hogy a hús az omlósabb, a zsír meg így összeugrik, és egy ilyen... Igen, ilyen gumicukor jellegű. Egyáltalán nem volt rossz. Az íze nagyon finom volt, csak azt mondom, hogy ezt tényleg úgy képzeltem, hogy ahogy néztem a videót, hogy full barna valamit veszel ki, egy ilyen... Igen. De nagyon jó volt egyébként ez is. Mit lehet még itt? De tényleg a dumpling az isteni, atya istenet, ez is az legelején már. Ebből egyet elcsolhatok? Persze. Köszönöm szépen. Ez... Nagyon jó. Ezek egyébként a... Köszönöm szépen. Nagyon sok fajta... Ezt most már megeszem. Persze, durran sem. Ne árválkodjon itt egyedül. De desszertnek mindig van helye amúgy, tehát hogy ez mindig durranhat. És egyébként az összes ázsiai boltban, mert egyébként most már azért nagyon sok van, a szárított mangó az egyaránt mindenhol ott van, ilyen mártott, vagy hogy mondják ezt ilyen, ez az első, amivel találkoztam. Sprinkled vagy valami. Ja, de a szárított mangó nagyon jó szerintem. Mm-hmm. Nagyon. Ezzel a szórt vanília valamivel, 10 perc, tényleg nagyon jó. Elképesztő, minden nagyon jó volt. És amúgy, amit nem csináltam még meg, a levet megkóstolom. Na, az még kimaradt, azt mindig mondtam is, akkor csak így. Az csak úgy, persze. Hú, apám, ez megint jól leizélt amúgy. Ez sem bőrös lett, hallod? Na, ez a gomba. Gomba. Hú, de jó. Nekem a kettő közül tényleg mindkettő íz lett, de ez... Nekem valahogy ez az a gombás jelleg az elvitte. Az se volt, egyébként nem volt meglepő, csípős. Meglepő, milyen sok gombát esznek az ázsiaiak. Meglepő, de nagyon jó, mert nem tudom, egyszerűen szeretem. Meg ugye fehérje is, fehérje pótlásnak is, ugye húshelyettesítőnek is a vegetáriánusok használják. De egyszerűen imádom az ízét is. Hú, ez egy per egy. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. Én nagyon jól éreztem magam, remélem nektek is bejött. Úgyhogy... Nekem ha tetszett, tudom. Akkor a szokásos like feliratkozás, az rendkívüli pozitív visszajelzés, az így simogatja az ember lelkét. És akkor, ahogy még mondtam, még egyszer ismétlem magam, Istennek minden elérhetősége, nagyon jó tartalmai vannak itt a YouTube-on is. Úgyhogy mindenképpen csekkoljátok, aki még nem látta, tudom, mindenki ismeri már az Istit. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Peace. Hello.